Sziasztok, kedves nézők! Goodbad vagyok, és csodálkozhattok is, hogy miért rontom el az első farmot. Ez azért van, mert elrontom a másodikat is. Reportoljatok. Na mindegy, na a harmadik csak sikerült. Szóval egy League of Legends-idóval készültem itt most nektek. Egy picikét lemaradtam, és ezért kapkodnom is kellett. Jól van, szép volt. Két farmot sikerült elhozni a hatból. Most már lenyugszok és koncentrálok itt a dolgokra. Előbb lettem kettes szintű, mint a kolléga. Így hát elrontok még egy farmot. Perfekt kezdés. De jó a kombó az ellenségre. Jó van. Nem tudom, lehet velem van valami, vagy bugosak ezek a minionok, de most lehet flash ignite-tal megöltem volna. Inkább biztosra megyek. GG. Nem nagyon szeretnek a csapattársaim amúgy valamiért. Na szóval igen, nagyon rég játszottam Lux Midet, ugye eléggé kiment a metából, illetve a divatból az utóbbi időkben, amikor bejöttek ugye ezek az AD assassinok meg az AP assassinok miden, akkor elég rendesen kiszorultak például az ilyen Lux féle mage kategóriás championok. Season 3-ban, Season 2-ben nagyon népszerű voltam úgy. 2-ben nem vagyok benne, de csak akkor még nem játszottam annyira aktívan, de Season 3-ban nagyon népszerű volt, mindenki Lux midet játszott. És nem véletlen, nagyon erős champion amúgy az összes képessége. Nagyon jó, early game-ben egy picit gyenge ugye, mert eléggé mana hiányos, láthatjátok, hogy nem nagyon spammelem a képességeimet, az azért van, mivel elég könnyen el tud fogyni a mana. Konkrétan egy kombóból is elfogyhat, hogyha úgy van. Nulla ganks, no ganks arbot. Jó, amúgy nem tudom, mint a csapatársak elég trollok, itt kezdésből beírták, hogy midor feed, de szerintem nem vészes, mert nem retardáltak, legalább most csak itt viccelődnek, meg amúgy ez normál game, és csak én is fanolni jöttem be ide. Mostanában amúgy sokat játszok Lux-szal, kijött ez az új skin Orino, és ez nagyon tetszik nékem. Na, az majdnem talál. Na, jó volt a csere, talán nem genkel még egyet, le tudtam vinni annyira az életét, de ki tudja. Valószínűleg ennyi élete már vissza kéne, hogy menjen, de mondjuk elhasználtam a potimat tök fölöslegesen. A bait viszont így is jó. Sakó. Sakó. Ja, jó. Nem öljük meg, hát jó. Ha nem öljük meg, akkor nem öljük meg őket. Nekem így is jó, majd megölöm én. Meg lesz az ult, én visszamegyek és veszek valami szépséges itemet majd. Mesélek nektek, milyen itemet szoktam a Luxnak venni kezdésből. Elég jó az item. Amit elég jó az az item, amit szoktam neki venni. Nos. Still no gang bot. Hey, elvileg ez megvilágítja, nem? Én úgy tudtam amúgy. Szóval hogy a passzív képességem az... az megvilágítja az ellenséget, úgy érte... úgy érte, hogy megvilágítja, hogy lényegében vision-t ad rá. Jó van, nem akarok már több last hitet elmisszelni, így is vezetek mondjuk, de csak azért nem megöltem az elején. És hosszú távon én jövök ki rosszabbul, mert nekem fogy a manám legjobban. Jó van, menjünk vissza. Lenézek inkább botra.
Az durva volt. Az igen. Szép volt a bombó. Szép volt a bombó kombó. Menjünk haza, vásároljunk itt, mert óvetnék neki egy nyalókát kezdésből. Jó, legyen. Legyen minél több HP-nk itt, 140 HP majdnem, az igen. Az úgy azra fog vágni. Így is oda vágom úgy. Most csak egy picit be vagyok kerekedve amúgy. Kei Darius. Where do you need a gang? Szóval igen, 1-0-2-ben vagyok. Megyek a kékemért, ahogy látom. A Mr. Shaco ideadja. Thank you. Mondom, Vardok, igen, jó. Harmadszor sok sikerült letenni egy Vardok. Még a farmot is sikerülne elvinni, hogyha nem misszelnék el mindent. Minden találatot, na mindegy. Nem ez lesz életem legjobb farmja, de legalább próbálkozok. És az a lényeg. Hú, azért az már odavág elég rendesen. Jön meg vissza HP-zza magát, ahol a Hextex izével kezdett revolverrel. Azért nem rossz hittem Akarinak, sőt kifejezetten jó. Ugye még a passzívjából is kap bónusz lifesteal, vagy spell vampot, illetve lifesteal, szóval nagyon vigyázni kell vele. Nem mondod. Nincs flash-em. Azt kell, nem tűnik el, de szerintem meg kéne jelölnie a izémnek, a passzívomnak akkor is. Illetve az ultinak is meg kéne jelölnie, egy ilyen vision-t kéne ráadnia. Na mindegy. Lehet ezen változtattak valamit. Na mindegy. Szerencsére az ultima nincs nagyon nagy CD, 68 másodperc ez. Az egy elég jó CD-nek számít, véleményem szerint. Ulti nélkül nem szívesen mennék rá. Nem azt akartam. Mindegy. Na mindegy, wrong ping. Never mind. Egész jól állunk manával, élettel, ulti visszajött, flash ignite van, lehet most meg fogjuk tudni ölni Akalit. De azért nem szorakoznék vele úgy nagyon 1v1-ben, egy szint különbség van. Az még elegendő ahhoz, hogy jók legyen, most már egy szint sincsen. Jó lefogással kell őt. Hát nem éppen ilyen egy jó lefogás, de mindegy. Sikerült jól felhasználni, ugye a kéket, elég sok farmot nyertem így vele. Akali az viszonylag le van marad a farmulásból, ha bár neki picit könnyebb dolga is van. Elég jó a csere. Mármint számomra előnyös. Továbbra is. Holy shit. Az egy visszakézből egy pofon volt. Na, megint le vagyok szidva. Nem tudom miért. Engem mindenki reportolni akar ebben a meccsben. Hogy nehogy azt higgyétek, hogy valami rosszat elkövettem, szerintem csak izélnek trollkodnak. Ironizálnak. Bár mondjuk lehet, nem, ki tudja. Internetes játékokban az emberek azok. Ki tudja, mit csinálnak. Vannak itt néha eléggé. A retardok is, nem egyszer. Amúgy EU-West-t játszom azóta is. Stay positive.
fogok fogyni a manából. Egyszer csak mindenki kifogy a manából, kivéve azok, akiknek ilyen lightingja van, mert az visszatöltődik természetesen. Nagyon igazságos dolog. Lenézzünk botra megint. Ha bukják azt a tornyot, nem éri meg, akkor is jön utánom. Wow. Hát... Darius maga egy Jace, az igen. Darius az elég rendesen lehet rektorinózni. Ez hogy halt meg? Nem mondod! Úristen! Jézusom! Ez csak valami rossz vicc. Ez most csak valami rossz vicc lehet. Amit velem itt művelnek. Na mindegy. Majd legközelebb megöljük. Nem idegeskedek ezen. Iszok egy kis gyümölcsét, és akkor minden rendben lesz. Mondd a Darius azért panaszkodik, mert egy nagyon erős ellenfél Jace számára. Mondjuk skilles Jace-ek azok tényleg szét tudnak szedni. Főleg early-ben nagyon erős Jace, ha jól tudom. Habár még nem játszottam el. Kipróbáltam már, de így sokat nem tudok elmondani róla, jó van gondolod. Szóval minden való last hitelés, ez rémálom. Na, most egész jól sikerült elhozni a farmom, hát az lehetne jobb is, de ez van. Egy szint előnyöm van akarival szemben. Teljesen dominálom a saját lénemet. Félek amúgy egy genktől, de látszik, közben nem fog bekövetkezni, de az is eléggé hanyagul genket. Ugye kiszedtek belőlem az elején egy flash-t, és mi is jöttek vissza, értem. Szerintem eltalált az az-e. 2v1-be is meg tudnám őket ölni. Ha az ultim eltalálja, de inkább nem kockáztatok. Igen, Pink Wardot kéne venni. Az mondjuk jó ötlet, nem tudom, hogy nekem írtál, vagy kinek. De az nem lenne rossz, egy Pink Wardot vásárolni. Egy Flash Q-val talán. Nem adjuk. Inkább megyünk a biztosra, a toronyra. Biztos goldot ad, illetve a farm is biztos goldot ad. És elhasználom a flash-emet, de vagy offenzív megmozdulásra lehet, hogy kapok egy genket, amit nem fogok tudni levédni. Ugye Luxnak nincsen menekülő spellje. Ennek ellenére mondjuk van egy pajzsa, amit igazából lehet menekülésre használni, de nem éppen a legjobb. Itt jól kitérte izélőd. Konkrétan minden a pajzsom elől sakó, mindegy. Maradjunk ennyiben. Jó lett volna az húk. Ha betalál, de minden 100 gold hiányzott volna a Void Staffhoz. Hát basszus, akkor menjünk Rabadonra. Nem ad sokat kezdésbe, hát plusz 56-ot, de azért az... Nem, azt is fejlesztem a trinketemet egy Vision Wardosra, amit hogha akkor leteszi a dupla V-jét, akkor én könnyedén ki tudok majd védeni, és lehet ezáltal még több killre szert tehetek, innen meg SS van. Szerencsétlen Dariusunkat megrektelik elég rendesen. Úristen. Hát ez komoly volt.
Az picit korai volt, na mindegy. Jó, láttam, hogy írogat nekem valamit Darius, de nem nagyon foglalkozok vele. Megyünk vissza szépen midre. Bekapunk két darab finom süteményt, és mehet a buli. Sako, no! Ez kicsit késői volt, de mindegy. Spameleltem a képességemet, túl sok lesz az a potion. Kicsit beálltam minionok elé, hogy kihasználjam szinte teljesen a botimnak az erejét. Basszus! Így, ez nagyon csúnya volt. Nem tudtam kikerülni. Na mindegy. Calculated mi? Most ha nem veszünk, akkor vagy vegyek void staffot? Nem éri meg annyira, egy második nyalóka kéne, amire beruházunk, és tanul Ludeneko. Maradjunk akkor a Ludenekónál, plusz 120 AP. Ami nem mindig, általában izével kezdetek, mindig void staffal, plusz Sorcerer's Shoes-zal. Elég OP tud lenni ugye a void staffnak a passzívja, plusz a plusz 15 magic penetration. Elég durvákat tud sebezni, így is az ulti, meg minden. Sajnos shutdown-oltak minket, illetve egy flash-től is meg kellett, hogy váljak. Ugye egy picit defenzívebbre fogjuk a játékot, elég rendesen betoltam, és láttam, hogy Akali rám fog jönni, akkor már előbb kapcsolhattam volna, és igen. Előbb kapcsolhattam volna, és vonulhattam vissza toronyig. Akkorinak még így is, hogy szétrekteltem, nagyon erős így is. Ugye rá tud ugrani értelemszerűen, elég nehéz kikerülni egy olyan spellt, amit rád nyom egyből, és oda teleportálhozod, aztán lekombóz. Kiszedtünk egy flash-t. Nem akartam ugye egyben eldobni a kumat, mert kikerült-e volna. De hogyha itt sikerül... Jó skill-es sem úgy ezen idali. Ahhoz képest... Épp basszus! Úristen, ez mi volt? A wombo combo. A wombo combo-t elébe talált. Ajajaj. Nem jó ez. Ez konkrétan, Jace-nek nem adott assistot, de ő ütött bele Nidali dárdájába konkrétan. Nem bírtam kattintani se. Ami a szép kezdés volt, ezt most lehet úgy fogjuk elveszíteni. Elég, nagyon erősek teamfightban, ahogy látom. És főleg, ha egy ilyen esi ultival tudnak kezdeményezni, akkor elég esélytelen dolog. Mi Dariusunk az meg... Ez meg Darius. Úristen. Egy hooker cserébe alig maradt életet Thresh-nek. Már a pár minőre nem nyomom az ultimat. Jó lesz az később. Mindegy. Mindegy. Darius-a bemegy akkor. Akkor még jó is lehet a dolog. Ez most levédte a pajzs, vagy nem védte le a pajzs, ki tudja mi. Le kéne rakni a pink wardot majd. Játék közben. Basszus. Annyi ilyen hosszú távú... Part, vagy ilyen Jace is tud lövöldözni,
Nidalee is dobálja a dárdáit. Nem lesz ez így olyan félünk közel hozzájuk. Sakó az izében useless lesz. Ez még egy egészen komoly ulti volt. Sakót ott most vagy megrektelik, vagy megrektelik. Az igen. Nem bírom rárakni az Ignite-ot. Az Ignite-ot, de assistot kapok, mert pajzsoltam. Jó az összebekerés animáció. Sakóba fogja lopni előlem a kéket. Nem ideges volt az előbb, hogy nem pajzsoltam. De is odaadja, vagy le lesz smite-olja, mikor üzen van. Nem odaadta. Érdekes. Holy shit. Holy shit. Ráncs valami trash. De mindegy. Itt voltunk mind az öten, ők valószínűleg nem jöttek erre, de nem jöttek volna öten, de mindegy. Jó van, LCS grab. No. Na, nem olyan vélek, hogy bejöjjenek a bokorba. Bokros misik. Elsúk, ahó. Most a fel sem nagyon szeretnék volna meglátni. Ezt meg hogy nem találtál? Na mindegy. És viszont jól... Most megijedtem elég rendesen. Rohadt üdögésítő ez a Nidalee plusz Jace. Kéne egy jó hook trash-től, és akkor lebírnám fogni egykor, és meg is öletnénk akár trash egy flash hook-kal. Sokat tudna segíteni, de az igen, ez se rossz mondjuk. Hogy... Mert várjuk esetleg sakó doboz elkap-e valakit. De le fog járni. Mindegy. Mindegy, ez van. Szerintem nincs globális ultiuk. Ugye ami... Ja, de van esinek. Akkor annál több nem is kell. És most lesz sniperinózik, akkor... Ja, most lőtte izébe Jinxbe. Akkor mindegy. Ha, Magi-t kéne venni, mi? Azt kéne ide. Vagy egy zanyát. Nem tudom. Lehet ezt a Void Staffot befejezem. Várok még 100 goldot.
Pa, ott megy a rektonat. És akkor még el tud jönni valahogy a csinszöb azt. Kár érte. Kár érte, nagy kár. Legalább egy tolni tudunk hozni, remélem. Jó van, Trash meg a húkok, azok két külön világban élnek. Na úristen, mi az a dupp vagy kúk? Istenem, de... kiborít ez a Trash. Egyetlen egy húkot sem láttunk még tőle. De megindultak ezek amúgy. Rossz volt a pozícionálás, nagyon rossz volt. Pont CD-n volt a izé. Vagy a, igen, nem tudom mit akartam használni, de nem tudtam. Jajjajjaj. Na mindegy. Legközelebb jobb lesz. Közelebb lesz ultim, de flash-em az kiment, szóval nagyon-nagyon-nagyon rosszul pozícionáltam. Hátrébb kellett volna maradni, futni el visszafelé, és lefogni őket, és utána kombózni a többieket, pajzsolni, ilyesmi. Amúgy, vagy mi az, Lux akkor erős, hogyha hátul marad egy picit. Szóval nem közvetlenül előharc, ugye, mert tud mindenkit, lényegében területi barriát tud lerakni, ezért elég ritka képesség. Az igen! Az crit volt! Ugye belelőtt Jace-be és akkorát critelt, hogy még izé és Nidal is kapott belőle jó sokat. Ezt lehet útva megölettem volna, de... És akkor befejezte, az a biztos. Az majdnem úgy, hogy sebezi a rohadt sokat, ezért... Oh shit. Oh shit. Az bombó volt. G-J. Ez egyszer nem én szívtam meg végre. Itt volt a csapat is mellettem. Na gyerünk is le. Pár üzét is. Látom, neked sem megy a last hit, Trash. Sari, még 5 perc, ők vitték el? Vagy mi vittük el? Nem tudom, nem látni. Ja, mi vittük el, persze. Jinx. Az az elcső húk, azt a mindenit. Egy kezel meg tudom számolni Trash eddig hány jó húkot dobott. Az dupla pajzsos szint elég tudva. Basszus, ezt már láttam, hogy nem lesz jó. Legalább asszisztot kaptam. Az megnyugtat. Meg lesz a Void Stuff, még több ugye mágikus sebzést tudunk bevinni az ellenségek, van el egyáltalán az ellenségnek. Szinte senkinek nincsen Magic Resist, vagy mágikus sebzés ellen védő tárgya. Ó.
halzsorodtam volna. Na Jinx. Hát az már nem nagyon lesz meg. Nekem meg 15 szek ulti, de... Az jó. Gyorsabb voltam, nem észreltünk le, Ashe még itt van. És itt meg tudom ölni egy V1-ben. Mondtam, hogy meg tudom ölni egy V1-ben. Azt hittétek, csak viccelek, mi? Ezt még betoljuk gyorsan. És az jó is lesz így. Plusz gold és... Basszus. Azt hittem most meghalok. Próbálok itt trükközni, de a végén annyit trükközök, hogy belemegyek a izébe. A dárdába, amit felém hajítanak. Van 1000 goldom, nem megyek még vissza, a következő item zonya lesz, amiből először a... Mi az? Feleslegesen nagy pálcát szeretném megvenni, így van a magyarul, azt hiszem. Úristen. Ezek a húgok azok nem a világiak, amiket trashik művel. Viszont nagyon dobálja ránk az áldást. Ó, Isten. Pedig jó lett volna. Jó lett volna, de kiflesselt. Kár. Nem éri meg stackelnem ezt az itemet, szóval inkább várok a... Hogy megéri? Legyen, vegyük meg ezt először. Ne vegyük meg, mert izét. Mert ugye utána még várnom kéne plusz bőven 2200 goldot, és sokkal kevesebb AP-t ad, mint a feleslegesen nagy pálca. Haladjunk. Kéne itt kezdeni majd, mert 31-19-en és ők szólítanak minket a saját bázisunkra. Oh shit. Az volt a bombó. Ó, és nincs vizsgálom. Woodbet 93, so p. Jézusom! Itt van az. Úristen, hát mindent beáldoztunk érte, amit nem kellett volna, azt is beáldoztuk érte. Flash, az Ignite-om megmaradt. Meg az ultim az mindjárt újra töltődik. Sokkal jobb választás volt ez az item, mint amit az előbb néztem, mert ugye sokkal több AP-t ad. Ez nagyon fontos Luxnak, hogy sok AP-ja legyen, mert majdnem ezrecsből az ultim. Megvan az csak a harmadik, azt hittem már a negyedik sorink volt. Na mindegy. Vision Wardomat tartogatom, hogy egyszer lerakom majd Akali. Akali, hogyha beláthatatlanítja magát, akkor majd jó használt fogom venni. A Sakó tovább is reportol mindent és mindenkit. Négyen vagyunk itt. Nem lenne jó, hogy 4v5-ös küzdelem.
Nem szívesen maradok itt. Meg főleg nem engage-elni nem kéne, srácok. Már ezek csalogatnak. Ketten itt vannak. Szerintem ez csapda lesz. Biztos nem maradok itt. Ez viszont jó volt, ez jó volt. A bombó. Pluszon megmentettem Jinxet is, vagy Sakót, nem tudom. Valakit megmentettem. Megyek a bot farmért, meg ezt, srácok, ez úgy sotorolni, amíg goldot ad. Hát meg mondjuk a toppos is, de... Még egy akkor annyitok oda, ahol akartok. Ja, meg ott, aha. Jól van, így is jó. Az ultimat szerintem be fogom áldozni, hogy minél több miniót le tudjunk takarítani. Jól van. Nagyon szeretem elhibázni a Cannon miniont, nagy miniont. Mindegy, menjünk visszafelé, megvan az anya. És mire visszajövünk, lényre lesz ultim is újra. Fú, 715 AP, az kemény. Már csak a Doran's Ringet leváltjuk valami jobb, ikon, jobb itemre. Talán egy Morellonomikonra. És akkor utána már jók is leszünk. Tehát volt az előbb itt elhasználni a Vision Wardot és beállni a bokorba. Basz, ez kihopci. Azt hittem most végén van, de szerencsére nem. Aj, trash. Hát meg nagyon szét vagyunk szórva. Két karakterünk, vagy a két championunk, Darius plusz Thresh, aki tudna kezdeményezni, egyszerűen folyamatosan rossz helyen állnak, rosszul időzítenek. A... Simán bedobálnak engem is, meg... Luxot. What the fuck? Mi az Isten folyik itt? A 38 gold az assistér, na mindegy. Szép volt, 4-4-1-es csere lényegében. És a harc, vagy azt hogy dobta be ide, azt nem tudom. Jól van, mindenki engem akar reportolni. Jól van. Nem szóltam. Flash Q-val lehet eltaláltam volna, de... Most azért a lehet, nem az, hogy biztos is. Várt volna még 3 szeket, és utána lett volna ultim. Mennyi életem van? Ezzel egy nem öli meg. Ezzel egy nem öli meg. Vagy mi az a BT-ből, a Blotrister-ből plusz a üzéből kapott pajzs, ez durva. Majdnem sikerült a lopás. Na mindegy. Feladták. Ó, kár. Pedig jók voltak ezek a teamfightok a végén egészen jól. Kihoztak itt a dolgokat. Na, hát ennyi volt ez a kis videó, remélem tetszett nektek. Egy kis luxvidezés.
kis bejelentkező videó, eléggé amúgy nem vagyok valami jól, nem tudom mennyire hallatszott a hangomon, szóval nagyon legizgalmasabb volt a kommentátor, azért sorry, de azért köszönjük, hogy megnéztétek, sziasztok!